Mi volt az oka, hogy megszervezték ezt a társasági tenisztornát? Közel 20 éve megy már ez a rendezvénysorozat. Abszolút motiváció minden évben, és azt gondolom, hogy az első alkalommal nem is voltam jelen, de azt gondolom, hogy nem változtak a motivációk. Elég hamar bekapcsolódtam, 4.-5. kezdve jelen voltam, és ez már sokadik tényleg. A motiváció az egy, hogy a napi stressz mellett, a napi találkozások mellett kellemesen is eltöltsünk egy időt, amikor nem a napi ügyekről kell beszélgessünk, hanem sportolunk, élvezzük a napot. Kik a meghívottak? A meghívottak a mindennapos életünkben sűrűbben vagy ritkábban látott partnerek, barátok, üzletelek, politikusok, társadalmi személyek, akikkel szoktunk találkozni, és még egyszer mondom, jól szeretnénk érezni magunkat egy hétvégén. Én megfigyeltem, hogy nem változnak a résztvevők, tehát körülbelül 20 éve járok én is ezekre a versenyekre. Ennek bizonyára van oka. Van egy nagyon-nagyon stabil mag, és ezt tényes való, hogy ilyen értelemben nem változik, azért mindig vannak újak, mindig vannak lemorzsolódók, de a mag az abszolút stabil. Ez nyilván azért van, mert hát az ember nyilván barátokat, üzletfeleket, ha van rá mód, nem sűrűn cserél. Szerintem ilyen szempont is van ebbe, és hát nem az üzlet a fő szempont, nyilván örömmel tölt el bennünket, hogy ilyen formában is tudunk egy örömteli, boldog hétvégét nyújtani a barátainak. Személyesen is részt vesz a versenyeken, játszik, lótfut, izzad. Milyen eredménnyel? Olyan a szervezési forma, hogy mindenki a saját maga tudásának vagy tehetségének megfelelően megtalálja a megfelelő szintet. Én elég alul szoktam indulni, és alul viszont vannak sikerek is. Mondjuk ezen a tornán nehéz úgy elindulni többször, hogy az embernek ne legyen sikere, hiszen annyi díjat osztunk, és annyi nem erről szól igazából a dolog, de vannak sikerek és vannak díjak. Én hetente 40 percet teniszezem körülbelül. Korábban egyáltalán. Hát igen, lehet mondani, bár ezt is a nulla közelinek érzem. Nagyon-nagyon fiatalkorban nem is emlékszem meg rá. Tehát egy fiatalkorban most 40 kilóval kevesebbel. Én 6 éves koromtól 18 éves koromig 18-ban voltam 40-nek kevesebb. A Fradi utánpótlásában kapus voltam. Soha nem mondta azt, hogy lesz folytatás, nem lesz folytatás, sem mindig azt mondta, hogy meglátjuk. Ezt most is ön tartja? Mindig azt mondom, hogy meglátjuk a jövőt, azt nem lehet megjósolni, ha lehetne, akkor nagyon gazdagok lennénk. Illetve akinek sikerül az az, de természetesen a szándék az megvan. Eddig mindig sikerült. Forgács István a ötletgazda, a szervező, a rendező, aki az elsőtől a mostanáig szervezi ezt a versenyt. Hányadik ez körülbelül, és mikor indult? Hát nem tudom pontosan hányadik, de több mint 20 éve csináljuk. 94 őszén volt az első ilyen torna. Utána azt hiszem, olyan 2,5 évig, évente 2 alkalommal csináltuk. Az egyik fő támogató, talán nem is az egyik, hanem a fő támogató Hülveli István, a Hunges Hotels vezérigazgatója, azt mondta, hogy nem változnak a vendégek, hogy ez valami nagyon nagy dolog. Hát büszkék is vagyunk rá, ugyanakkor arra is, hogy azért bővül ez a kör, de valóban ragaszkodó típus Hülveli úr is, meg én is, tehát úgy vagyunk vele, hogy akik annak idén is szívesen jártak az elmúlt 10-akár évben, azokat ugyanúgy természetesen szívesen látjuk, de mindig vannak új arcok. Hát most is azt gondolom, egy ilyen 20 új vendégünk van az eddigihez képest. Ezért azt jelenti, hogy nem politikai széljárás dönti el, hogy egy ilyen tényleg társadalmilag is jelentős tenisz versenyre kik jöhetnek és kik járnak rendszeresen, és ez önmagában adja a kérdést, hogy miért jött ez létre? Azok, akik minden nap a teniszpályán jól megvannak egymással, azok ott nem feltétlenül a politikai hovatartozás szerint választják egymást partnerül, illetve ellenfélül, és ezeken a tornákon is azt gondolom az a jellemző, hogy a tenisz szerelmesei együtt vannak itt egy-két napon keresztül, és ezért van az, hogy azok, akik valamely korábbi kormánynak a tagjai voltak, ugyanúgy itt vannak, mint akik a jelenlegi kormánynak a tagjai. De hozzáteszem, hogy ennek a rendezvénynek a vendégköre zömében üzletemberekből áll. Forgács István is részt vesz tevőlegesen, és vagyis játszik ezeken a versenyeken? Nagyon sokszor játszom, most ezen a versenyen nem. Őszinte megmondom, hogy nem olyan nagy baj ez, hiszen azért kb. 200 vendég van, akivel mindig van miről beszélni. Illetve hát a szervezés közben is mindig fontos, hogy kövessem az eseményeket. Ugye ennek a versenynek a jellemzője, hogy hihetetlen mennyiségű ágon, jelenleg 15 ágon zajlik a küzdelem.
tudásszint szerint kérjük mindig a versenyzőket, vagy a vendégeket, hogy nevezzenek. Na most hát nem mindenki tudja magát elhelyezni, és akkor ezt az első napi teljesítmények alapján segítek belőni, hogy akkor mégis melyik ágon érdemes másnap indulni. Aki egy kicsit tisztességesen végigcsinálja, valamit nyer. Hát törekszünk rá, ugyan mindenki nem tud nyerni, de készségtelen a társaságunk durván a kétharmada helyezett lesz. Pontosan ezért, hogy azért minél nagyobb esély legyen arra, hogy ajándékot kapjanak az emberek, ezért a végén azok között, akik nem értek el eredményt, sorsolunk még díjakat. Milyen vendéglátó a Hunges Hotels Szeged Forrás szállodája? Hát a vendégeket tudom idézni, mert nekem nagyon jó, mint szervezőnek, mert nagyon jó velük együtt dolgozni, Maklári Magdikával is, személyesen is, meg a csapatával is. De egyébként a vendégek áradoznak itt, mind a szállodai szolgáltatásokról, a fürdőről, a vendéglátásra, az ételről. Tehát azt gondolom, hogy itt nagyon pozitív élményekkel távoznak, és ez aztán ugye hozza magával olyan sokan visszatérő vendégek is. Lesz folytatás? Hát ugye ez mindig a támogatóktól függ. Most én nem beszéltem még a vezérigazgatóról, Hüllel Istvánóról, de én nagyon bízom benne, hogy ahogy eddig, ezután is mellé áll az eseménynek. Alapvetően az ő támogatása nélkül ez nem menne, a Mix Online, a Mix Magazin támogatása nélkül sem. De hát vannak még itt olyan támogatók, akik ugyanígy felismerték ezt a nemes célt. Az Opel Magyarország, az E.ON Hungária, az Elmű, és új támogatónk a Kulcsoft például, mindenképpen megemlíteném, vagy a Herbáriát. Tehát azért itt nagyon örülök annak, hogy mindig vannak olyanok, akik fantáziát látnak ebben az eseményben. Engedjétek meg, hogy elkezdjük a díjátadó ünnepséget.